Édesapám nagyon szeretett fényképezni, és én, mint olyan 5-6 éves korú kisgyerek, mindig vele mentem. Tehát akármilyen évszak volt, tél volt, nyár volt, tavasz, ősz, hullólevelek, apám elég jól keresett, és egy Rolleiflex gépet tudott vásárolni, ami abban az időben, háború alatt, meg előtt is már nagyon drága kategóriának számított, és az egyik legmodernebb gép volt. Na most én vele mentem, és láttam, hogy ilyen őszi tája, hogy a falevelek hullanak, és akkor készített a ligetbe nagyon sok ilyen kopaszodó fákról. Tehát már akkor én valahogy belém szívódott ez a szeretet, hogy így megörökíteni pillanatokat. Amikor már 10 éves lettem, akkor ilyen boxgépet kaptam, és azzal egyszerűen lehetett rollfilmmel fényképezni. Igaz, hogy a rollfilmmel csak 12 képet lehetett csinálni, de már akkor ezek a kezdeti szárnybontogatások elindultak. Mivel hírközlés nem volt, tehát a rádió a zenét sugárzott, vagy néha felszólítást, hogy adják a fegyveresek, tegyék le a fegyvert. Ezen kívül másfajta hír csak szájhagyomány útján ment. Tehát ha valaki jött a városból, azt mondta, hogy gyerekek, menjetek el a Kilián laktanyához, mert ott ami van, az egy borzasztó dolog. Tehát volt, amikor ketten mentünk, de nagyon sokszor én egyedül mentem. Tehát voltak olyan nehezebb pillanatok, amikor hála Istennek a szüleim erről nem nagyon tudtak. A fényképezőgép nálam volt, csak éppen nem lehetett fényképezni, mert olyan volt a körülmény. Tehát édesapámmal úgy mentünk, hogy egy nyugodt periódusba, tehát 26, 27, 30, 31, akkor jártuk a várost. Képek nem adnak teljes keresztmetszetet a történésekről, nem is az volt a célja, inkább nekem az volt a fontos, hogy magukat, az embereket mutassam be. A gyerekeket, a felnőtteket, az elesettség, hogy egy reménytelen állapotú embertömegnek az arcát látni. Nekem nem is a technika vezérelt annyira, hanem inkább az embereknek az öltözéke, arca, tartása, öröme vagy bánata, mert akkor abban az időben már robbanásig feszült a helyzet. Tehát amikor 23-án kirobbant ez a forradalom, és aztán lett szabadsághoz november 4-e után, az emberek pattanásig feszülve voltak. A padlássöprés, nem akarok most nagyon visszakanyarodni, de hát igazából az egyetemi ifjúság és a munkásság összefogásával indult el egy teljesen fegyvertelen forradalom, ami még nem torkollott lövöldözésbe. Vannak olyan országok, ahol azt tanítják, hogy az apák mondják el a gyerekeiknek is, hogy mi az igazság, és mi történt. Na most sajnos nálunk ez kimaradt, hogy az 56-os eseményekről nem volt szabad beszélni. Aztán később már, amikor volt ugye a rendszerváltás, akkor volt, aki kimerte mondani, hogy ez már nem ellenforradalom, hanem népfelkelés, és akkor azért úgy elindult valami. De sem oktatási szinten, sem a szülők még mindig tartottak attól, hogy olyan dolgokat elmondjanak a gyerekeknek, meg vagy hitték, vagy nem, hogy így ez még nagy munkára vár azoknak, akik ezt felvállalják, hogy igenis mi történt, irodalomban, képanyagban, mindenben hozzá lehet jutni az 56-os eseményekhez. Ha valaki csak egy pár képet megnéz, és mondjuk nincs meg hozzá egy megfelelő kommentár, akkor másképp dolgozza fel az illető, vagy esetleg akkor nem tud társítani. De ha mondjuk hallja is, hogy ez hol készült, mi az, amit lát, akkor azért hasznosabbnak érzem. Most, ha sikerül olyanokat megtalálni, akik még élők és részt vettek a politikai eseményekbe, azok sikeresen tudják továbbadni a fiatalságnak. Népünk ellenségeinek legfőbb törekvése ma az, hogy megkíséreljék megingatni a munkásosztály hatalmát.
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem október 23-án 6 órára beszélt meg a Gólyavárban egy egészségünk helyzete vitaestet. És erre meghívtak a Bakai professzortól kezdve nagyon sok akkor még élő orvost, híres orvost, és ugye a orvostanhallgatók, gyógyszerészek, fogorvosok egy hatalmas nagygyűlést terveztek ide a Gólyavárba. Lazítani a munkásparaszt szövetséget, aláásni a munkásosztály vezető szerepét országunkban, megrendíteni népünk hitét pártjában, a magyar dolgozók pártjában. Megkíséreljék lazítani a szoros baráti kapcsolatokat országunk, a magyar népköztársaság. Na most, hogy 6 órakor elkezdődött ez a nagyon szépen rendbe menő megbeszélés, és közben bejöttek az utcáról, és így fülbesugva, pillanatok alatt elterjedt a híre, hogy mi történik a rádiónál. Akkor végül is az előadók fülébe jutott, hogy itt most nagyon komoly tüntetés van a rádió előtt, sőt már akkor lövöldöznek, mert ugye akkor már hozzájutottak az utca ember és hozzájutott fegyverekhez. És akkor megoszlott a gólyavári tömeg, és azt mondta az egyik fele, hogy ők tovább nem maradnak itt, hanem mennek szolidaritást vállalni a rádióhoz. És akkor a professzoroknak és az elnökségnek megbeszélése alapján úgy döntöttek, hogy felfüggesztik ezt az egész nagygyűlést, és akkor nagyon sokan oda mentek a rádióhoz. 1956. október 22-én a Corvé mozi műsorára tűzött egy filmet, az volt a címe, hogy Emberek fehérben. Ez egy francia orvosfilm volt. Most csodák csodája, ez a transzparens a Corvé mozinál ott maradt a harcok idején, tehát 23-ától november 4-ig hibátlan, érintetlen módon megmaradt, valamint november 4-én, amikor ugye már 7-e, 8-a a Corvin köznek a felszámolása megkezdődött, ezt Pongrácz Gergely írta le a könyvében, hibátlan, érintetlen módon ez a plakát megmaradt. Aki a saját múltjához nem tud viszonyulni, az tulajdonképpen egy kicsit árvának érzi magát a jelenben is. Tehát én például tegnap nagyon-nagyon örültem, amikor rácsodálkozhattam elementárisan a Balogh fotóira, és azon nézegettem, hogy hirtelen vágytámadt bennem arra, hogy azt az öt gyereket most megtaláljuk azon nyomban mi csapatként, és mondjuk azt, hogy bennünket érdekel az ő életük, hogy élnek-e még, mi lett velük. Most, ha ez a kíváncsiság ugye a múltból nem táplálkozik bennünk, akkor a jelenünket sem tudjuk elég becsülettel megélni. Tehát unjuk a saját jelenünket is. Nincsenek ötleteink, nincsenek kreatív gondolataink, nincsenek személyes indulataink, hogy jól csináljuk a saját életünket. Úgyhogy ezek a gyökerek. Tehát itt nincs mese, itt, hogyha nem kapja meg sem a történelmoktatástól, sem a médiától mondjuk azt a lehetőséget, hogy gondolkozzon a saját múltjáról, és a saját múltját beépítse az életébe, már a családjáért, vagy a hazájáért, akkor tulajdonképpen egy nagyon árva nemzedék nő fel. Eljöttem ide a temetőnek erre a részére, és vittem Izsákra ebből a diófából, ez egy vad diófa, és vittem a diófából vetni az izsáki kertbe. Az történt, hogy én vittem ebből 15 évvel ezelőtt ebből a dióból vetni. Egy film esetében igenis rá kell készülni, hangulatilag, gondolatilag, érzelmileg, be kell állítódni. Nem véletlenül van egy pár perc sötét a moziban, hát meg kell adni a módját. Van hangolás is, van ott egy kis nyüzsi is, és akkor elkezdődik valami, ami egy ritus. Na most, hogyha ezt nem ritusként éli meg az ember, akkor tényleg csak ilyen felszínes ismeretei támadnak a dologról, tud róla. Amikor megvénülök, és már nem bírok ide kijárni, meg nem lesz, aki kihozzon, akkor is minden nap találkozom a kivégzett bajtársaimmal, ha ránézek erre a fára az udvaromon.
az elmúlt 40 év, de lehet mondhatok 50-et, 60-at is, inkább leszoktatta arról, hogy részt vegyenek a saját dolgaik végig gondolásában. Ugye a kádárizmus idején nem is szabadott volt olyasmire még gondolni sem, meg is kötötte ezt az alkut lényegében a magyar nép azzal, hogy relatíve csendben marad, és csak nagyon mélyen őriz valami viszonyt 56-hoz, és ezért őt valamiféle módon őt is békén hagyják. Na most ugye ezt újra kellett tanulni egy egész generációnak, hogy van köze a saját múltjához az embernek, és ezt érdemes éberen tartani, mert lyuk támad az életében. Tehát, hogyha valakinek kitörölnek egy eseményt az életében, ez egy amnézia. Na most akkor ott valami, ez beteg lesz tőle, beteg is lett a magyar társadalom, hát ebbe betegedett bele. Egyébként ennek köszönhetjük ennek a betegségnek a rendszerváltás iránti vágyat is. Az, hogy az ember a saját történelmének a tudója legyen, és folytonosan megélje, visszagondoljon, beépítse a saját személyes életébe is, az rendkívül fontos. Na most, hogyha ezt nem engedik meg neki, akkor nagy baj van. Na most ezért volt nagyon nagy dolog a történelmi film alapítványnak a gondolata is ugye a rendszerváltás után, hogy tessék szívesen, annyi fehér folt, fekete lyuk és minden van ezen a magyar történelmet, legalább dokumentáljuk visszamenőleg, ha csak egy orál history szintjén is. Ez is sokat segített, közben azt kell mondanom, hogy bizonyos szerepe is volt ennek a dolognak, hogy kipipált vele egy történelmi feladatot, mármint az, hogy szólaljanak meg a túlélők, vagy a nagy hősök, 56 hősei, és egy kicsit a nagy összegű műveknek a lehetőségét azt nem kínálta például a magyar filmszakma, vagy a magyar televíziózás. Ennek ellenére született egy-két olyan mű, amire gondolom, hogy 100 év múlva is majd lehet azt mondani, hogy ez 56-nak egy méltó filmes mementója. Annyira unják az emberek a saját életüket, és tulajdonképpen pótszerekkel élnek. A pótszereket megkapják ilyen kvázi filmszerű jelenségekből, mint ami fölizgatja őket, tehát önmaga fölizgatja már. De őket ők bemennek, mint egy narkotikumért, bemennek ebbe a térbe, és azt várják, hogy faltól falig őket ez majd kielégíti, holott egy film esetében igenis rá kell készülni hangulatilag, gondolatilag, érzelmileg, be kell állítódni. Sok film készül, jó film is, és olyan, minthogyha tényleg a sivatagba vagy a sziklás hegyoldalba szórnánk ki magvakat, aminek teremnie kellene, amelyeknek gyökeret kellene ereszteni. Hát én sok filmem lementem a televíziókban, különböző televíziókban, és azt kell mondanom, hogy nagyon rossz a hatásfoka. Ugye van ez az egész műsort szolgáltató szerkezet, ami televízióként működik valamelyik falon vagy sarokban, de ez egy cunami, ami nem hagyja, hogy megnézzem a dolgokat, hanem elsodor. Tehát jön és elsodor. Rögtön betemet, és rögtön bele is halok. El is felejtem. Fölülírja rögtön egy másik a következő. Tehát nincs érlelési ideje, nincs sem felkészülési idő, sem érlelési idő. Most egy kozmopolita, önző, individualista világ felé hajtunk, holott nekünk pontosan ezeket a nagy közösségi élményeket, mint például most nem csak a futballmeccs az, hanem mondjuk egy tüntetés is az. Ugye még a rendszerváltás idején, mit tudom én, a Dunakör kapcsán, ugye nagyon sokunk számára az első tüntetés az volt, hogy mehettünk egy ügyér ki az utcára, és akkor az úgy fellelkesítette az embert. Na most erre való ez az alkalom is, beszélgetni, egy kicsit csendben lenni,
egy kicsit hazafele sétálgatva gondolkozni, vagy a villamoson. Tehát az, hogy legyen neki lecsengése, mert ugye itt bennünk ragadnak, vagy rekednek a gondolatok, meg az indulatok, és ott állunk feldolgozatlanul. Ugyanúgy feldolgozatlan az alapélmény is, mondjuk akinek volt 56-ös élménye, mert nem lehetett megbeszélni, de a róla szóló filmek is feldolgozatlanak. Tehát tulajdonképpen a terápia része hiányzik, az öngyógyítás hiányzik a világból. A világ most már ugye információval el akarja látni magát, tehát úgy döntött, hogy információs társadalom, hogy mindenkinek mindent tudni lehet, kell, és lehet, hogy még kötelező is lesz. De az, hogy ez megélt dolog legyen, és olyan szervüljön, vagy a lényünk darabja legyen, vagy indulattá, vagy szeretetté, vagy bármivé változzék, ezt nem hagyja meg a tempó sem, a körülmények sem.